Szevasztok srácok, és üdvözlök mindenkit a mai Stardew Valley videóban részben. Itt van nekünk egy ilyen pinki lemonunk, hát ezt meg kéne nézni, hogy ezt le tudjuk-e egyáltalán tenni valahova, mert az úgy tök jó lenne, hogyha mondjuk, még tudom én, ide leraknánk. Tök jó. De hogy ez így ezen kívül foglal-e magában bármi értelmet, azt nem tudom. Megöntözzük a kis kaktuszunkat, és meg is nézzük a televízión, hogy nagy szél és villámlás várható, szuper. A lelkek ma jó kedvükben vannak, extra szerencsém lesz, és van egy megélni a földeken. Egyes gazdák furcsa dolgokról számoltak be, mikor nagy mennyiségű karfiol, dinnyét vagy tököt termesztenek egymás mellett. Jó magam, nem tudok ennek utána járni. Igen, ez az szerintem, amikor ilyen hatalmas tököt, vagy valamilyen, mit tudom én, más zöldséget tudtok leszedni. Új teljesítmény, hoppá, networking, vagyis hálózat, király. Kedves Ajda, a városban mindenki a te jó szívűségedről beszél. Úgy tűnik, hogy különböző csomagok jelennek meg az emberek házainál, amiket még évekkel ezelőtt raktak ki a közösségi központ hírei közé, és az összes csomag a te farmodról van címezve. Köszönjük, hogy ilyen sokat tettél. Minden városi szívből hálás érte. Louis polgármester. Még mindig nincsen barátságban Max. Hát ez fura. Akkor nem tudom, hogy ez mit jelentett, gondolom. Majd később kialakul, vagy sokkal többet tudok? Tehát sokkal több szívet tudok növelni esetleg, hogyha mondjuk adok nekik ajándékot? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Az a baj, nem tudom, hogy ez a barátság ez hogyan és miben valósul meg. És itt bent is vannak a bocikák. Hello, hello. Nem már. Ja, te túl fiatal vagy, persze. Tőled nem tudunk most szedni. Miért? Tőled se tudunk? Na, tőled már végre tudunk szedni, jól van. Vagyis hát téged még tudunk fejni inkább. Rájöttem visszanézve az élőket meg a videókat, hogy mindig azt mondom, hogy tudok szedni, pedig amúgy tejet nem szedek, hanem elveszek fejek. Na mindegy. Nézzük meg a csirkéket. Mennyi minden cucc van itt, a jó ég. Na akkor legyen az, hogy... még tól is van. Összeszedem itt a dolgokat. Mindenkit megnézek. Jó. Oké. Nyuszit is. Jaj, de cuki hangja volt. Jó. Nem tudom már összeszedni, vagy mi? Au! Ja, hát nem. Ej, engedjetek át! Nagyon sok tojásom lett, szóval ezt fel is tudom használni, meg szerintem tejem is lett. Aha. Itt van. Amit fel tudok használni. És itt pedig a tojást, mondjuk egy aranyat, meg itt is egy aranyat, és akkor a másikakat pedig tudom majd összeszedni, bár nem túl sokat, mert 2 helyen maradt. Még jó. Ezt itt össze kell szedni, ezt meg már nem tudom. Jó, csak ezt az egyet. Az a 2 tojás, az valamiben különbözik a már felszedettektől. A tojást ide nem helyezem le, hanem... erre a részre rakom le. Ezt ide. Nem esszük meg, hanem belerakom. Hát nem igaz. Jó. Itt is van 2. Wow! Jó sok űrtojás sikerült összeszedni. Ja, itt meg már van. Jó. Még egy tejet be tudok tenni. Ja nem, 2-t. 2-t. Jó, és akkor a többit azt pedig ide lehelyezem. Ezt az 5 lila tojást, meg a lila tejet azt viszont eladom. Egyébként én szerintem a szövetet is eladom, meg eladok egy ilyet, meg ezeket is. De erre most nincsen szükségem. Jó. Ó, és itt még volt egy sajt, ezt is eladjuk. Jó. Hogy egy kicsi lóvé is termelődjön folyamatosan, és akkor ide pedig be tudok helyezni egy gyapjút. Királyság. Jó sok majonéz van már, wow, és 20 elem van. Azt meg kéne nézni, hogy hol a barkácsolás? Ez a barkácsolás, hogy itt, ehhez mi kell? Kemény fa, rézkő. Itt meg földkristály. Na jó, akkor réz is kell. Itt van réz és kő, meg földkristály. Hol van földkristály? Földkristály! Nincs földkristály. Nem jó. Nincsen földkristály. Hát ez szomorú. Viszont amit tudok csinálni, az az, hogy kiégettem a rezet. Meg akkor az egyikből még tudok csinálni. 5, 10, 15, jó. Utána viszont... Ó, oh, itt még van. Ó, hát itt még a van, bőven jó. Ja, kemény fa kell még. Hát persze. Na most tudok egy ilyen sajtprést csinálni. Mondjuk pont nem abból kéne több, de mindegy. Jó, akkor viszont most meg kellene nézni az üvegházat, illetve a gombákhoz is bemegyek. Ú, nagyszerű. Van lila gomba, nagyon jó, meg kucsma is. És hát a halakra kell koncentrálni, mert hát az a nagy helyzet, hogy abból eléggé siralmasan állok. Ide meg lehet, hogy majd kéne venni még magvakat. Meg kéne nézni, bár mondjuk most csütörtök van. Pénteken ne felejtsem el, hogy el kell mennem. És meg kell néznem, hogy az árus az milyen magvakat tud nekem árulni, adni. Meg itt szerintem egy kicsit én fát vágok, mert hát ez a kemény fanyársanyag, ez eléggé szükséges, ugye? Tudjak fejleszteni, és az most nagyon nincsen. Ide pedig tök jó lenne berakni egy kaput, de szerintem most nem tudok csinálni, csak egy kapu, de egy fa kaput tudtam csinálni. Nem baj, és mondjuk ide berakom, akkor itt be tudok menni. Mert tök idegesít, hogy itt mindig át kellett mennem, és jó lenne, hogyha azt a slime-os dolgot, azt a slime erődöt meg tudnám vásárolni. Na, hogy van? Ezt eladjuk. Szerintem ezt is eladjuk. Ebből is adunk el. És szerintem egy szövetet is, jaj, eladok. Megnézzük, hogy az milyen áron lesz. Jó, és amit akartam, az nem ez, vagy hát végül is. Aha, 3 darab hal tartályra kell odafigyelni, a különleges halakra, a folyami halakra és az éjszakai halakra. Kell egy sülő és egy angolna, kell egy harcsa és egy tigris pisztránk, illetve kell egy gömbhal és egy szellemhal. Akkor ezeknek utána kell néznem, mert hogyha ez megvan, akkor a jutalom a ragyogó szikla eltávolítása, és ezzel a közösségi központot is sikerül véghez vinnem, és megcsinálnom, és befejeznem, és teljesítenem. Illetve ezen kívül kell 3 lazacot horgásznom. Hát meg kéne nézni, hogy lazacot hol tudok szerezni. Hát lazacot ősszel lehet horgászni, reggel 6 és este 7 között, szóval ezt most nem fogom sajnos tudni teljesíteni. A gömbhalat azt az óceánokban, illetve a Ginger Island óceánokban tudom megtalálni nyáron, és hát ez nem nyár. Szóval hát ez is szívás. Ha csak nem, meg tudom majd venni, ugye a különleges árus hölgynél. Az angolnát, az szintén az óceánokban tavasszal és ősszel tudom 4 és 2 között kiszedni. Tehát délután 4 és éjszaka 2 között tudom tavasszal és ősszel horgászni esőben. Ó, wow! Hát akkor ezt meg kéne most próbálni. Tehát le kéne mennem az óceánhoz, és 4 óra után kellene vele próbálkoznom. Hát akkor kezdjük szerintem ezzel, ezt a lazacos dolgot meghagyjuk. Lehet, hogy ezt is meg kéne... Ó! Új teljesítmény, kézműves. Na, szuper. Még ilyen csalit veszünk, és ez a vadcsali, ez kell rost és... szóval rost és ragacs. Viszont a lovamhoz be kéne menni, és akkor vele fogok lemenni horgászgatni, meg ha már itt vagyok, akkor ezt szépen összeszedem. Szuper, végre tudok vágtatni paripámmal. Ó, valami történik Willyvel. Ah, jó, hogy itt vagy, kisasszony. Van egy kis problémám, és el kéne a segítség. Na, milyen problémád van, Willy? Nos, talán jobb, ha egyszerűen megmutatom neked. Oké. Hát lássuk azt a problémát. Most védj egy mély levegőt. Miért, mi lehet az azt a mindenit? Rákocskák! Jaj, de cukik! Hát meghalok! Hát ez nem probléma, nagyon édesek. Jaj, egyen meg őket. Mint láthatod, és szagolhatod. Az öreg lány bedurvult tegnap este. Egy kis munkálkodás szükséges a kísérletemhez. Wow. Lol? Ó, megint ezt csinálod, mi, Willy? Aha. Jó frissnek tűnnek. Szegénykék! Aha, ezek a legjobb és leghúsosabb rákok, amiket valaha is szemügyre vehettél, bár egy kissé hevesek. Segényeket meg akarja enni? Gász, ne! Elviszem az összeset. Persze, csak az extra munka miatti leárazással együtt. Szegénykék! Jaj! Au, au. Jaj, ne! Megeszi mindet. Azt hiszem, mindet megszereztük. Viszlát, szép lánykák! Pszt, Ajda, ne szólj Willynek, de az elkövetkezendő napokban különösen jó ráktortát fogok készíteni a szalomban. Szegény! Szegény kis halacskák ráktorták lettek! Jaj, de! Pisztrángleves lehet venni 250-ért, azt megveszem. Ólomúszó. Sújtad a horgászós csíkothoz, így nem fog az alján pattogni. Az jó, azt lerakjuk. Kincsre vadász, a halak nem menekülnek el, ha épp kincsre vadászol. És megesszük a pisztránglevest. És menjünk is horgászni szerintem. Annyi, hogy majd kéne vadcsalit csinálni, amihez nincsen rostom. Viszont bogárszéket ezt magamnak csináltam. Na mindegy, hát ez van. És akkor rovarhúsból tudok csalit csinálni. Na mennyi van? 15-30? Na mindegy, azért elkezdem. Ja, de várjatok! Na mindegy, nem raktam rá az úszomra azt a kis súlyt. Na mi történt? Jaj. Ja, hogy ez ne pattogjon. Ujjjj, 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 ujjjj. Na, ez mi volt? Szardínia! Új rekord. Na, ezt akartam. Így. Vagy nem tudom rárakni? Értem, tehát vagy csali van rajta, vagy úszó. Na most 16 van, lehet, hogy kapunk angolnát. Jaj, Léci, nagyon jó lenne egy angolnát megszerezni, főleg, hogy esős az idő. Hát remélem, hogy sikerül. Na hát tökéletes már nem lesz. Nem, ez is egy ismételt Szardínia. Ezt nem hiszem el, angolnak 206 centi, és kaptunk még mellé fagyos geódát is. Hát gyerekek, sikerült, akkor már el tudjuk vinni ezt a közösségi központba. Hát ilyen mászik, komolyan mondom, nincsen. Felhasználta az utolsó csalidat, na akkor most tudom, nem tudom rárakni ezt az úszót. Súlyt ad a horgászás csíkothoz, így nem fog az alján pattogni. De hogy tudom rárakni? Ó, nagyon béna vagyok. Lehet, hogy ezt nem is erre tudom, hanem erre. Nem. Nagyon örülök, hogy 2 angolnát is sikerült kihorgáztom. És meg akartam nézni, hogy a tigrispisztrángot, azt hol tudom kiszedni. Azt mondja, hogy a tigrispisztrángot a folyóban, a városiban vagy az erdeiben tudom kifogni 6 és 7 óra között, ősszel és télen. Oké. Akkor szerintem ezt is meg kéne próbálni. Hova lett a lovam? Ez egy nagyon jó kérdés. Amúgy tényleg, hova lett a lovam? Ez eltűnt időközben, nem? Viszont 7 óra között, szóval, hát már mindabb nap, szóval, hát már mindegy. Ide azonban be kéne rakni egy csalit. Jó. Várjatok, ezt ide, így. És ezt kell ide berakni. A lovam szerintem vagy otthonra teleportálódott, vagy pedig itt van a másik oldalon. Ez mi? Germon! Új rekord! Milyen szép színe van ennek a germonnak. Wow! Na nézzük csak meg ezeket az éjszakai halakat. Ja, abból van az angolna, és a süllő. Na, a süllőt kéne megnézni. Hogy azt hova tudjuk, meg a harcsát. Süllő, harcsa. Azt mondja, a süllőt, azt 12, tehát éjjel 12 és 2 között lehet fogni, esős időben, ősszel és télen, és folyóban. Aha, tehát folyóhoz kéne elmenni. Jó, oké, akkor tudjátok mit? Oda elmegyek. Ó, ott a pacim. Oké, jól van, itt van. És szerintem ez a folyó az jó is lesz. És itt akkor megpróbálok. Király. Hát meglátjuk, hogy sikerül-e. Azt írja, hogy éjfél és 2 között. Hát ezt tudja, hogy valami átlaghal lesz. Igen. keszeg. Mert ugye az esős idő az nagyon ritka. Főleg. Úgyhogy még az évszakiság van határozva. Aha. Ezért még gondoltam. Ah, mi volt ez? Harcsa! Sikerült a harcsát összeszedni. De a süllő kéne majd. Wow! Süllő! Mint hogyha olyat is kellett volna. Ez volt az, nem? A süllő volt az, amit össze kellett szednem. Hoppá! Wow! Kicsit félek. Jó, ez mi volt? Ez is harcsa, ugye? Harcsa. Új rekord, 74 cent is. Jó, hát akkor már van minden, mert ugye itt volt süllő, igen, és angolna. Az éjszakai halak csomag az kész, akkor itt a harcsa, és kéne a tigrispisztráng, és a gömbhal miatt várni kell egy évet, vagy pedig elmenni, és holnap pénteken ugye szedni, na már megint ez a szedni szó, venni a vándoros hölgytől. Ez mi volt? Wow, ez mi volt? Hát ez elég érdekes. Na jó, menjünk el aludni. Bármi is volt ez a fura hang. 10 ezret kerestünk, wow! Az azért elég jól jött. Akkor már 40 valahány ezünk van. Látjátok? Pedig múltkor volt 130 valahány. Vagy 110 valahány. Aha, 41 ezrünk van. Szuper! Végre nem kell megint a locsolással foglalkozni. Aha, felhőség. Akkor ez az utolsó olyan nap. Extra szerencse, ahol tudok majd ugye esőben horgászni. Aj, de ne feledkezz meg az egészséges táplálkozásról, vagy nem lesz elég erőd a munkához. Mellékeltem a kedvenc receptjeim egyikét. Friss paradicsomot használj hozzá. Padlizsán parmezán. Wow, ó, és van még egy. Szuper titkos. Itt a híres kékáfonyás lepényem receptje. Senkinek se áruld el. Azért adom neked, mert ilyen jó barátok vagyunk. Pierre. Kékáfonyás lepény. És még egy. Köszönöm szépen. Kedves Ajda, mi sem kielégítőbb annál, mint amikor a kertedben termő friss zöldségekből készítesz ennivalót. Mellékeltem egy receptet, hogy ötletet adjak neked. Vigyázz magadra. Caroline. Passzernák leves. Úristen, mi van itt? Kedves Ajda, itt egy recept a szalonomból. Ezt csak a legjobb barátaimmal osztom meg, gáz. Lazac vacsora. Nem bírom. Hé, kölyök, itt egy kis receptke, amit még jó apám szokott készíteni. Lassan készítsd, Pam. Töltelék. Most jött be az összes barátság, vagy mi? Én nem értem. Kedves Ajda, egy régi receptet osztanék meg veled. Harragú. Kedves szomszéd, mikor nem az állatokra vigyázok, akkor szeretek a konyhában kísérletezni. Mivel barátok lettünk, meg szeretnék veled osztani pár receptet. Rebarbara pite. Úristen, hát mi történt itt? Mi volt ez a rengeteg recept? Te jó ég! 29 elem van, ami úristen szuper! És akkor az éjszakai halakhoz elviszük a süllőt és az angolnát, szuper. A folyami halakhoz elviszük a harcsát, és kéne még egy tigrispisztránk, illetve van a különleges halaknál, ugye a gömbhal és a szellemhal. Szellemhalat kéne majd horgásznom. Azt írtátok is, hogy melyik szinten tudom horgászni, mert hogy az attól is különleges, hogy azt a bányába tudom majd kihorgászni. Szóval az a következő állomás, csak először meg kell néznem, hogy a tigrispisztrángot, akkor az pontosan hány órától hány óráig, melyik évszakban, melyik időszakban, és hol tudom horgászni. De először is most teljesítünk egy csomagot. Oh, hello! Majdnem kész közösségi központ, ezt ide, és ezt ide. Csomag kész! Ez egy csoda! Ez egy csoda, na mi a jutalmam? Apró világító gyűrű, apró folyamatos fényt áraszt. Király, és akkor ide berakjuk ezt, és kéne még egy tigrispisztráng. Oké, ide meg ugye a szellemhal és a gömbhal. Viszont péntek van. Szóval megnézzük azt a vándorárust. Aha, itt is van a vándorárusunk. Na nézzük. És van gömbhal, ezt meg is veszem. Illetve mi van még itt? Tonhal. Nem már, akkor a gömbhal van csak, akkor kéne majd még a szellemhal, azt ki tudom horgászni, jó? Az szerintem meg lesz. Mi az, hogy nyári tölgyfa gubacs? Trópusi növény, ami a párás nyári levegőt szereti. Ja, hogy ezt meg lehet enni. Hát most ez nem. Elemcsomag, úristen, egy darab elem 2500. Wow! Menjünk szerintem, és várjunk egy kicsit, mert meg akarom nézni, akkor pontosan melyik is kell. Ugye a szellemhalat azt kihorgászom, és a tigris pisztrángot kell. Ősszel a folyóból tudom kihorgászni a tigris pisztrángot. 6-tól 18-ig elvileg. Jó, hát akkor mivel itt vagyok, ezért szerintem ezt a folyócskát itt meg is nézem. Ez egy folyócska, nem egy tavacska. Szerintem. Wow! Jézusom! Mi a... Azt a mindenit! Tudod, hogy a végén megy el. Á! És sikerül, mi ez? Harcsa 163 centis. Hú, te harcsa, te! Nagyon durva voltál. Domolykó, oké. Tigris pisztránk kéne. Megint harcsa lesz? Jaj, jaj, jaj. Á. Ah, mi ez? Tigris pisztráng? Ezt nem hiszem el. Akkor már csak a szellemhal kell. És meg lesz a közösségi központ. Na ne, várjatok, hogy mi. És akkor itt még gyorsan megnézzük, hogy ez a tigris pisztráng... Na. Szellemhal. Hol van a szellemhal? A bányákban a 20. és a 60. szintnél. Oké. Akkor lemegyünk a 20-hoz. Így né. És itt fogunk szellemhalat horgászni. És hogyha minden igaz... Hoppá, itt van egy ázott újság. Ha minden igaz... Akkor ezzel kész. Kész a közösségi központ. Nem akarom elhinni egyébként. Jó, hát szerintem menjünk és csináljuk meg, mert ez annyira hihetetlenül hangzik, hogy... hogy el se hiszem. Hát csak nem. Jaj, a busz megállóhoz akartam menni. Na jó, gyere pacikám, csináljuk meg akkor ezt a közösségi központot, mert hogyha ez tényleg elkészül, akkor úristen, nem akarom még kijátszani a játékot, mert azt hisz nagyon, ha szomorú leszek. Csak lesz még más is. Folyami halakhoz berakjuk a tigris pisztrángot, csomag kész. Oké. Jó, ez megvan, csali. És még ide a különleges halakhoz a szellemhalat, és a gömbhalat. Azt az eget. Jutalom. Tenger gyümölcsei. Plusz 3 horgászás, 150 energia és 67 életerő. Leokézzük. Igen, ez is kész. Fel lesz újítva ez a része is a közösségi központnak. Az utolsó csomag. Viszlát, Ajda. Jaj, ne, a szíve! És ez is kész. És elsötétedik. Úristen, úristen, mi történik? Jaj, drága Junimók! Nagyon fogtok hiányozni. Bye! Szevasz! Goodbye! Szia! Goodbye! Szegények! A Junimók visszatértek a lélekvilágba. Haj, ne! De annyit küzdöttem! Mi? És akkor most mi lesz? Hát komolyan mondom, mindjárt elsírom magam. Az a rengeteg küzdés, emlékeztek rá? Hogy mennyi ideig csináltam, hónapokon keresztül, és most ennyi? És kívülről hogy néz ki? Úristen, de jól néz ki, milyen szépen meg lett csinálva, és itt is mutatja az időt. Na jó! Úristen, most annyira furcsán érzem magam, mármint természetesen nagyon örülök neki, hogy sikerült végre megcsinálni, csak... Ez annyira durva. El se hiszem, hogy vége. El se hiszem. Na, itt van Maru. De bemegyek hozzá. Aj, nem hiszem el. Akkor várok. Nem tudom, hogy hol lehet. Mert hogy Maru nem a barátom sajnos. Ó, itt történik valami. Demetrius, nem azt mondtam, hogy paradicsomot hoz. Azt mondtam, hogy gyümölcsöt hoz. Ajaj. Ezt nem értem. A paradicsom az gyümölcs. Ha egy átlagember azt mondja, hogy gyümölcsöt akar, akkor sose a paradicsomra gondol. Nem számít, hogy mi a tudományos kategorizálása. Hello, megjöttem. Ajda, örülök, hogy itt vagy. Te majd pontot teszel erre a vitára. Ajaj. Szerinted mi a paradicsom? Hát alapvetően ugye mindenki úgy gondolja, hogy a paradicsom az zöldség, de tudományosan meghatározva a paradicsom az gyümölcs. Na most, hogyha Demetriusnak adok igazat, akkor én is ilyen okos tojásnak fogok tűnni, de hogyha Robinnak, akkor lehet, hogy ő fog megutálni. De az a helyzet, hogy a paradicsom az valóban gyümölcs. Látod? Ajda egyetért velem. Csak szeretném, ha megértenéd az én nézőpontomat. Számomra nehéz kitalálni, hogy mit szeretnél, ha nem fogalmazol pontosan. Fair enough. De próbálok jobb lenni ebben. Oh, szuper. Akkor jól döntöttem. Köszönöm a segítségedet, Ajda. Nincs mit. Bármikor máskor. Ó, de jó, fénytároztok magamból. Hát ez nagyon vicces. Mert ugye a gyűrű az itt van rajtam. Ez nagyon tetszik nekem, ez a fénytárasztó gyűrű. Hát eléggé sokat sikerült haladni, az biztos. És hát nézzük meg, hogy mennyit kerestünk. Ó, a ragyogó szikla. Ez az, amit lebontanak. Akkor kinyílik valamilyen új bánya, nem? Ez volt még talán a leges-legelső részben, amit ki akartam bontani, ha még emlékeztek rá, de akkor még nem tudtam, hogy... Vagy nem tudom, 50-valány résznek el kell telnie ahhoz, hogy az lebontódjon. Hű... És az ősz 6. napjánál tartok. Hát srácok, 46 ezrünk van, az nagyon durva, mert majd meg tudom csinálni a háznak a bővítését is, ugyanis ha jól tudom, akkor 50 000 goldtól lehet venni házbővítést, vagy gyerekszobát, már nem is tudom. Mert ugye ez a házbővítés és az a gyerekszoba, lehet, hogy akkor azzal megpróbálkozom. Meglátjuk, mert azért örülnék például a slime-os várnak is. Hogyha emlékeztek, akkor Robinnál lehet azt a kiegészítő, nem is tudom mi az, valamilyen épületet megvenni, és azért az is eléggé érdekesnek tűnik. Na jól van, srácok, hát nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt, remélem, hogy tetszett nektek, a következő részekben találkozunk, és hát nyugodtan írjatok segítséget, tippet, trükköt, hogy hát akkor ezek után mi lesz a fő, hát a fő feladat, mert hogy egy kicsit így meg vagyok szeppenve, vagy akkor most mi lesz a következő nagy feladat, mert hogy végig ugye ez volt a szemem előtt, hogy akkor a közösségi központot meg tudjam csinálni, de hát biztos lesznek más feladatok, meg ha jól tudom, akkor a Jója Mártól is majd lesz valami gubanc, hogy akkor melyik oldalra állok, a Jója Márt oldalára, vagy pedig ugye a falu oldalára. Na jól van, srácok, hát akkor a következő részekben találkozunk, ne felejtsétek el megnézni a videó leírását, a linkeket ott találjátok meg, mind a saját mintás termékeimhez, mind pedig a Discord szerverhez vezető linkeket. És hát köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók, sziasztok!